fafödémek megerősítési sorozat. Következő részeként most egy speciális megoldást mutatok be. Nézzük meg, hogy a korábbi példában, amikor egy fagerenda alul stukatúr felül ritkított deszkázat, új terhelést kap, hiszen a padlástérből tetőtér lett, ferde felületek hőszigetelése, belső terek fűtése, de új bútorok, emberek, tárgyak, falak tekintetében terhelés keletkezett. Tehát ezt a terhelést egyetlen módon lehet kezelni, hogy ezt a födémet valamilyen módon megerősítjük. De mi van akkor, ha ez a gerendázat nem alkalmas a terhelés elviselésére, mert azt számolta ki a statikusunk, viszont nem akarjuk elbontani sem. Létezik egy olyan megoldás is, hogy a meglévő gerendázatot megtartva, otthagyva, stukatúros álmennyezet, mennyezeti sík, ritkított deszkázatot is akár otthagyva, készítünk egy vadonatúj födémszerkezetet, legyen az bármiből, lehet az, hogy külön acél gerendákra, UAC-ra, L-acélra, most itt L-acél, UAC, bármi, vagy két összefordított UAC vagy C-profil, trapézlemezt helyezünk el, és ezt a trapézlemezt kibetonozzuk. Ez egy könnyű, gyors, egyszerű megoldás, nem is olyan vastag, tehát ezek ilyen 6-8 centiből megoldhatók, a gerendázat ugye kérdéses, hogy mi, mondjuk legyen 15 centi, tehát nyilván keletkezik egy belméret csökkenés a padlás tekintetében, a tetőtér tekintetében, de a régi födémmel nem kell foglalkoznunk, egész egyszerűen csak annyi, hogy ne fülledjen be, tehát az átszellőzése meglegyen, a fa ne kerüljön körül betonozásra, de azért is van ez így eltartva, és a terhelés se éri őt, tehát itt van egy pár milliméter, pár centi, hogy a lehajlás se terhelje meg a gerendázatot, de minden esetre ez egy elemelt födém, egy olyan födém, amikor ez alulról csupán egy látványelem, vagy a burkolat csupán egy látványelem, illetve a mennyezetet tartó konstrukció, de magát a terhelést, a padlót, a bútorok, falak terheit, ez a födém, ez az új födém szerkezet, ami itt van, ez az új födém szerkezet, ez van hivatva megoldani, tehát ez a födém szerkezet fogja tartani, vagy elviselni az új terheket, a régi pedig ott bújik alatta, tehát ez egy megmaradó, bentmaradó, rejtett, de befülledni nem hagyjuk típusú födém. Itt viszont egy új acélgerendás födém, ami kis vastagságban megoldható, megoldja azt, hogy itt a terhek elviselésre kerüljenek. Tehát ez egy olyan összvés szerkezet, amikor egy fafödém egy acélfödémmel jön össze, és ez a megnövekedett vastagság, illetve ez a tartó szerkezet fogja megoldani a terhelések felvételét. Tehát egy speciális megerősítés oly módon, hogy a régit nem is bántjuk, és egy új készül.